Keszeg. Vidóci. Jó lövés! Kulcsár. Ötödik perc. És Fodor fölé tudja rúgni. Ritkán látható óriási helyzetet puskázott el Fodor. 56. perc. Csató lőhet. Így viszont Mracskó. Jó is! Csató legújította a szabadrugást, és a Békéscsaba legaktívabb játékosa, Mracskó Mihály, 18 méterről a háló közepébe bombázott. 1-0 arányban vezetnek a vendégek. Vlajku. Szarvas már a 16-oson belül. Vlajku. Hálófutball. Kulcsár. És végül Szarvas. Most már helyzet is. Középreadás és ott a gól. Kulcsár a gólszerző. Mindenki közelről nézte, hogy a békéscsabaiak adogatnak. És a végén a középreadás után Kulcsár szerezte a békéscsabaiak második gólját. Mindez a találkozó 66. percében. Fodor. Szarvas. Kulcsár keresztbe mozog neki, így Szarvas teljesen egyedül. Még egy csel. Középen ketten várják, és végül a most csereként beállt Csató János szerzi a gólt. Hát kérem, az első labda érintése volt Csatónak, de a gól mindenképpen Szarvas érdeme, aki mindenkit kicselezett, és végül önzetlenül Csató János elé passzolt. 3-0 most már a békéscsabaiaknak. Fodor. Kasik. Szarvas. Nagyon okos. Csáki még kiüti. És másodszor is szépen ment. Gyönyörű jelenet volt. Ágics. Ez nagyon jó labda Fehérnek. Nincsen szólásról. Egy perc van hátra. Meg lesz a becsületgól. És Bai kivédte.